címe a kiállításnak, hogy műterem, és gyakorlatilag a saját műtermemről van két kép, aztán van egy az Abramovicsnak a műterme, ami gyakorlatilag ugye a szabad tér, mert hogy ő nem műteremben dolgozik. Ami egy korábbi, az egy 15-ös kép, a többi az mint 2020-as. A 15-ös kép az pedig egy színházi jelenet, egy mindegy, akárhol. Én úgy neveztem el, hogy Ravatar. Átmeneti tér. Nem számítasz rá, de előfordul, hogy éjszaka felriadsz, és a szoba közepén meglátsz egy kiterített, kitett testet. A következő pillanatban azonban már tudod, hogy az a test a magadé, ki másé lenne. Megnyílik egy tér, amelybe habozás nélkül belépsz. Nyilvánvaló, hogy ez a dolgod. És az is nyilvánvaló, hogy neked és csak neked lehet oda belépni, valamint az is, hogy be kell lépni. Mert amikor éjszaka felriadsz, azt érzed, hogy van ott valami. Nem látod pontosan, hogy mi, de azt látod, érzed, hogy nem elesz. Vagy snitt, képzeljük el ugyanezt hajnalban, esetleg kora reggel, ősszel, délután, fáradt napsütésben, vagy egy téli este, amikor odakint hideg szél fúj. A lényeg, hogy ébren vagy, mégis felriadsz valamin. És akkor? Hogy mikor nem pontosan meghatározható, mert itt, ebben a jelenetben Kronosz maga is elutazott szabadságra, ment pár. Így az események egyetlen pillanattá, egyetlen éles képpé sűrűsödnek, amelyet te most egyszerre kívülről és belülről látsz, mint aki, ha nagyon akarna, akár bele is avatkozhatna, mint aki mondhatná, hogy ezt nem kérem, vagy nem így kérem, mint aki mondhatna, tehetne bármit is, azon kívül, hogy belép. A test, ahogy ismerjük, itt megszűnik, és átlép egy másik dimenzióba, egy köztes térbe, amelyben bizonyos dolgok megtörténnek. Amikor belépsz, még nem tudod, mi fog történni, még nem tudod, mi az a valami, ami ott van, ami miatt be kell lépni, és ami vonz, mint egy letakart, sötétlő csomag. Csak azt tudod, hogy neked ezzel dolgod van. Előfordul, hogy legszívesebben visszaműkölnél, hogy ez sok. Túl nagy feladat. De feladat, amit el kell végezni. És ahogy nézed azt a kiterített, kitett testet, egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a valaki csak te lehetsz, senki más. Mert más nem látja. A flaster közönséget zúgolódik, pipiskedik, a paravánoktól nem lát, pedig a színpad előtti térben topzódik, odaszól kvázi a jegye, látni akar, csápolni, megdöbbenni, borzongani, de nem. Ők nem. Nem tudunk segíteni. Most nem. Ahogy belépsz, látod a belépés összes korábbi pillanatát egybesűrítve, mint egy sokszor exponált fényképen, látod a korábbi útvonalak térképrajzolatát szívbefelé, mint egy erős örvény, és akkor nincs mese, fel kell lépni egy fok, két fok, három fok, és nem számítasz rá, de előfordul. És akkor tudni kell belépni oda, ahol a mű terem. Izgulsz? Nem. Ahhoz már öreg vagyok.